Boldogok leszünk. Boldogok leszünk? Jó. És akkor most boldog vagy? Igen. Hát kit mit tesz boldoggá? Persze, örömmel vállalta. Nem, Gábor nagyon örül neki egyébként, hogy ezt várja. Én nem annyira, én azt várom, hogy én maradjak otthon. Mindegyik részére jön. Elhiszem. Szóval akkor boldogok vagytok. Persze, csúnya farkat hozva kapni. És természetesen az is vagyok egyébként, de nem a nap 24 órájában vagyok boldog, tehát azért ez. Vannak rossz napjaim, néha még bőgni is szoktam, néha még üvöltök is a Gáborral, de attól függetlenül persze nagyon szeretem a gyereket is, meg a Gábort is, tudod. Szóval persze nyilván várom a gyereket. Igen, tehát tudod, tehát hogy pont ezt mondtam a Gábornak is, meg az Ivinek is mondtam, hogy azért ez nem olyan érzés, tehát hogy azért igenis el kell tudni azt fogadni, hogy benned van, hogy megváltozik az élet, hogy kevesebb időd jut magadra, az ilyen hülyességek változnak a testednek a vonalai. De és ez gyönyörű. Ez gyönyörű, tehát ebben nincsen gond, de azért ez kétségeket is felvet, hogy lesz, mint lesz, jó lesz-e, nem meg tudod-e oldani, érted? Tehát ebben nincsen gond. Ezen egy egészséges nő, egy várt babánál mind nagyon örül. Tehát én nagyon boldog vagyok. Csak azért igenis van, amikor az ember aggódik, tudod? Aggódik azon, hogy mi lesz, hogy lesz, hogy tudod összeegyeztetni, hogy fogod tudni csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok iszonyatosan boldog, vagy hogy nem várom nagyon, de hogy is nem. Nagyon-nagyon várom, iszonyatosan. Inkább legyen kevésbé értelmes, de legyen egy boldog, kiegyensúlyozott ember. Én ezt gondolom. A Bruno barátom. Együtt voltunk iskolában. És most 29 éve ismerem. És? És a héten nekem mondta, hogy hát fiúval jár. Most kapcsolatban van, és hogy jól megy, és hogy boldog, de most az utolsó 3 év alatt volt egy éjszakai kalandja. Uh-huh. Több. És akkor már egy barátnő és mellé vannak éjszakás kalandok, meg most még egy pasi is? Igen. Engem ezt tesz boldoggá. Zsuzsi. Még derülnek két hosszú évek után rólad. Mert teged mit tesz boldoggá? Mit enne? Mi? Jó kefélés. Ez boldoggá tenne? Engem abszolút. És akkor most... Mennyi időre tenne boldoggá? Arra az öt percre. De még egy jó időre.
És most boldog vagy? Most. Most nagyon. Nézd meg a gondos kis kamerája. Nem biztos, hogy boldogság a vége az 5 percnek. 11. Hát boldogság a vége. Az egy szexuális átlag. Mármint, hogy mi. Most boldognak tűz. Én mindig boldog vagyok. Ajaj. Lesz számítva, amikor nem. Aha. De azokat elfelejtjük gyorsan. Nem mérvadó. A boldogtalanság az csak az én arcomon ül állítólag. Sok terhes nő vagy. Nagyon sok terhes nő. Én például.